Három mérkőzés, 7 pont. Ez a nyíregyházi futszálcsapat rájátszásbeli mérlege. Veszprémben 2-1-re nyert, a haladással hazai pályán 4-4-es döntetlent játszott, a Debrecen pedig szintén a Continental arénában 3-2-re verte Lovas Norbert együttese. Ez pedig azt jelenti, hogy a két hozott ponttal induló A-Studio futszál jelenleg a harmadik helyet foglalja el az NB1 felsőházi tabelláján. Összességében nagyon meg vagyunk elégedve a játékosokkal a begyűjtött 7 pont fényében, mert a 9 lett volna a max, de azért nem gyenge csapatok ellen játszottunk, és így ez a megszerzett pontszám ez egy nagyon stabilnak és jónak mondható. Ha nézzük az eredményeket, azért vannak meglepetés eredmények. Mi is okoztunk, a Kecskemét is okozott, a Deac is, váratlan győzelmeket, illetve pontszerzéseket, és igen, tehát a rájátszásba közelebb kerülnek egymáshoz a csapatok, hiába nyerte meg a haladás, szerintem megint 15-20 ponttal az alapszakaszt, itt csak 2 pontról volt az előnye, és ez lényegében a Kecskemét jó szereplésének, illetve a haladás gyengébb szereplésének köszönhetően el is olvat nekik, mi pedig gyűjtögetjük szorgalmasan a pontokat, és nagyon bízom benne, hogy ez a kitűzött célt el tudjuk érni. Az alapszakasz utolsó mérkőzései nem úgy alakultak a nyíregyháziak számára, ahogyan azt szerették volna, a rájátszásban azonban már újra a jobbik alszát mutatja a csapat. Jó úton vagyunk, én erre azt mondom. A január-február hónapunk az nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Voltak benne kellemetlen pofonok, de szerencsére nem ütöttek ki minket, hanem felálltunk belőle, és így azt tudom mondani, hogy amit elterveztünk a szakmai munkában, a Bercivel, az úgy néz ki, hogy sikerült, és megfelelő erőnléti állapotba hoztuk a játékosokat, és így bírjuk is a meccseket, viszont azért vannak problémáink, de ez erről szól ez a rájátszás. Lovas Norbert együttese csütörtökön késő este a rájátszást 3 győzelemmel kezdő Kecskemét otthonában lép pályára. A Kecskemét és a Berettyóújfalu ellen még idén, vagyis ebben a szezonban még nem szereztünk pontot, és nagyon bízom benne, hogy ez most nem folytatódik, hanem megáll, és egy kiki meccs lesz, nagyon bízom benne. A utolsó fordulóban játszottunk már velük, ott egy 2-0-ra kaptunk ki, ott a gól szerzéssel akadtak problémáink, nem is kicsi. A két bekapott gól, amit kaptunk, hát ez benne van, az ilyen egyéni figyelmetlenségekből adódtak, de ott azon a meccsen nem is vártuk azt, hogy mi ott pontot szerezhetünk, mert nem voltunk abban az állapotban. Most remélem, hogy azért máshogy lesz egy picit, tehát végig meccsre tudunk lenni, és a gólok is megjönnek, és akkor egy kiki meccsen talán egy pontot elcsíphetünk. A felsőházi rájátszás 4. fordulójában a haladás a Veszprémet fogadja, a Deac pedig Berettyóújfaluba látogat. Az alsóházban listavezető Nyírbátor pénteken a 2. Aramis esélyt látja vendégül.